bár egyre jobban növekszik Magyarországon az oltottak száma és aránya, és az idős korosztályban is egyre több a beoltott. Természetes, hogy amíg a járványnak ezek a számai vannak, addig nyitásokkal, jelentős nyitásokkal nem tudunk számolni. Úgyhogy én továbbra is videókkal, videóelőadásokkal jelentkezem önöknél, és nagyon remélem, hogy nagy szeretettel fogadják ezeket az előadásokat. A mai előadásnak az a címe, hogy a spiritualitás fontossága időskorban, de kérem, hogy senki ne kapcsolja le a videót, amikor ezt hallja, mert ez két dolgot jelent, a hitet és az Isten tapasztalatot, ami természetesen nagyon szorosan összefügg egymással. Mit jelent ez az idős ember számára? milyen erőt adhat, milyen segítséget adhat az ember számára a mindennapokban, az ünnepnapokban és az élet bármelyik pillanatában. Ezt erről a témáról egyébként lelkészek és papok is tudnak nagyon-nagyon-nagyon sokat mondani én elsősorban látni fogják majd, hogy a, az idős ember életének a fizikai, lelki, szellemi vetületét fogom inkább kiemelni, az ő dolgok pedig nyilvánvalóan az, hogy ennek a spirituális részét elmondják, ez a kettő egy kicsit ki is egészíti egymást, tehát én úgy is mondhatnám a, az előadásom címét, hogy a hit szerepe az ember fizikai, lelki és szellemi életére. Ugye erről fog elsősorban szólni ez a mostani előadás. Az a kérdés, onnan indulok el tulajdonképpen, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok embernek feltettem már az életem szakmával eltöltött 30 évében azt a kérdést, hogy mi a legfontosabb számára idősebb korban, ugye mi 50 pluszosokat tanítunk a szenior képzésünkben, tehát 50 felett mi az, ami a legfontosabb, és az emberek nagyon sok mindent mondtak, de valahol mindig arra lyukadtunk ki, hogy egy jó és nyugodt állapot, amit az egészség szóval lehet leírni. Itt nem feltétlenül csak a, a fizikai egészségre kell gondolni, hanem én ezt kötőjellel írom, ahogyan ez sokszor előfordul egyébként Magyarországon, is használják ezt a kifejezést. Tehát az egészség fogalma, mi a különbség az egészség és az egészség között? Az egész ember az minden szempontból, tehát fizikailag, lelkileg, szellemileg, spirituálisan egy teljes egész embernek egy, egy rendezett, euh, harmonikus életet élő. Nem biztos, hogy éppen boldog, mert lehet, hogy valami hiányzik az életéből, de egy harmonikus, nyugodt életet élő ember az egészség embere. És mondom, ha, ha azt mondom önöknek, hogy ezer ember, 900 legalább valami ilyet fogalmazott meg, akkor lehet, hogy még kis számot is mondtam, és kis arányt is jelöltem ezzel a két számmal. Na most, ha elfogadjuk azt, hogy a legfontosabb az egészség, akkor ugye nyilvánvalóan definiálnunk kell azt, hogy az élet különböző szintjein mit jelent az egészség. Mit jelent a fizikai szinten? Na, itt nyilvánvalóan a fizikai egészséget jelenti, betegségek hiánya, vagy a meglévő betegségek szinten tartása, ugye ez az egészség. A lelki egészség az, hogy élek egy szeretetteljes életben, ahol tudok energiát és szeretetet adni az embereknek, és el tudom azt fogadni mindenféle lelkismert fúdarás és rossz érzések nélkül. Egy olyan, olyan boldog és harmonikus lelki állapotban vagyok, amelyel a szenvedélyeimet, vágyaimat, mindenféle kósza érzéseimet, az elkalandozásaimat is tulajdonképpen tudom kezelni, és egy stabil, biztos harmóniával, légy, mint cikla rendületlen, mondja ugye a kölcsei, ezzel nézem a világot. Mi a szellemi egészség? A szellemi egészség egy tiszta gondolkodás, amit, amit jó esetben ugye a demencia nem árnyékol be, tiszta józan ítéleteket hozunk az életünkről, amely követi természetesen a társadalmi erkölcsöt, amely társadalmi erkölcs mélyen gyökerezik a, a zsidó-keresztény hagyományban természetesen. Mit jelent a spirituális egészség? Itt senki ne gondoljon valami misztikus elvon dologra, itt pusztán arról van szó, hogy harmóniában vagyok a léttel és a világgal, értem, hogy én egy teremtett lény vagyok, akinek van egy születése, virágzása, és van egy, van egy lassú, remélhetőleg minél lassabb leépülő folyamata, és bízom abban, hogy az életemet követően az életem egy másik világban, egy másik életben folytatódik. Na most itt felmerül a kérdés, hogy ez a négy egészséghez, amelyek közül az utóbbiról én nyilván Jóval kevesebbet fogok most gerontológiai kutatóként ebben az előadásban beszélni. Mit adhat a spiritualitás, mit adhat a hit és az Isten tapasztalat? Először is, hogy pontosan lássuk ezeket a dolgokat, el kell különítenünk egymástól a hitet és az Isten tapasztalatot. Mert hogy a hit az egy lelki és gondolati bizalom, abban, hogy minket a jó Isten teremtett, abban, hogy nem lehet az, nem lehet az másképp, hogy, hogy a világot az Isten hozta létre, és egy nagyon-nagyon erős bizalom az Isten felé, a kéréseinkkel, és egy nagyon nagy öröm, ha az Isten azt a kérést meghallgatta és teljesíti. Ha teljesítődik a kérés, akkor azt mondja a hívő, hogy a jó Istennek köszönhető. Az Isten tapasztalat viszont több ennél. Az Isten tapasztalat az, amikor az életünk különböző pontjain eh, csöndesen és váratlanul ahogy Adi mondja, átölel az Isten. Tehát valamiképpen szól hozzám, és onnantól fogva nincsen kételjem, annak vonatkozásában, hogy én egy teremtett lény vagyok, és annak vonatkozásában, hogy milyen utat kell követnem, mind erkölcsileg, mind szellemileg, mind az élet minden döntésében. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy mindig ezzel járok, ugye? Mert az ember esendő lény. Az ember, ember akár minden pillanatban elronthatja, és eltérhet ezektől a szabályoktól, de akinek van már Isten tapasztalata, az jóval nehezebben tér el, és jóval könnyebben tér vissza Ezekhez a dolgokhoz. Tehát a, a hit az tulajdonképpen egy reménykedés, egy gondolkodás, hiszen, mert képtelenség, hiszen, mert nem lehet másként, hiszen, mert ennek így kell lennie, az Isten-tapasztalat viszont egy élő valóság. És minket már a hit is nagyon sokat segít fizikai, lelki és szellemi dimenziónkban, de még jobban segít az Isten-tapasztalat, amely felülről, mint egy lámpa, megvilágítja az ember életét, és áthatja az ember életének minden pillanatát, és tulajdonképpen gyógyító, tulajdonképpen gyógyító ereje van. Kérdezték, hogy tanár úr, melyik hit felől beszél itt nekünk, hát annyiféle féle hit van, mint igen a csillag, ez egyrészt így van, másrészt pedig azt gondolom, hogy a keresztény hívő ember akár melyik irányzathoz tartozzon, az a másik testvére. Túl vagyunk már a vallásháborúkon, túl vagyunk már a viaskodásokon, alapvetően a világ elanyagiasodása egymás mellé rendeli keresztény embereket, úgyhogy én alapvetően kereszténynek érzem magamat, de természetesen büszkén vállalom azt, hogy evangélikus kereszténynek kereszteltek, tehát ez a közösséghez egy kicsit erősebben, kicsit jobban tartozom. No, ezután, hogy elmondtam önöknek ezt a személyes dolgot, visszatérünk az előadás lényegéhez. Mit ad a hit és az Isten tapasztalat az ember számára a fizikai létezésünkben, a fizikai egészségünket illetően, tehát az alapvető szinten, a láthatóságok szintjén, a láthatóságok felszínén, ahogy szokták mondani. Nagyon sokat tud már a hit és az Isten tapasztalat az ember számára adni, hiszen a hit és az Isten tapasztalat hátterében ott van egy vallás, tanítás, ott van egy vallási hagyomány, amely elmondja, hogy mikor és hol kell imádkozni, mikor és hol kell ünnepelni, mikor és hol lehet lazítani az embernek, mikor és hol mit ehetünk, mikor bőtölünk, mit vehetünk fel, mit nem. Ugye ezek mind-mind abszolút megszabják a fizikai életünket, és bármelyik van nagy történelmi vallás követjük. Tehát legyen az buddhizmus, hinduizmus, muzulmán hit, zsidó hagyomány, keresztül. Keresztény hagyomány, keresztény hagyomány különböző irányzatai. Minden esetben, ha megtekintjük azt az erkölcsöt, ami a fizikai testre vonatkozik, és követjük azt a fizikai erkölcsöt, ami a fizikai testre vonatkozik, sokkal kevésbé leszünk betegek, sokkal rendezettebb, harmonikusabb, boldogabb lesz az életünk. Tehát a vallások és a hit és az Isten tapasztalat messze menőkig nem egy elméleti, teoretikus dolog, ami azt jelenti, hogy állandóan forgatom a Bibliát, olvasgatom, és közben pedig eszem a ropit és a chipset is elhízom, ugye? hanem a valódi Isten tapasztalat, a valódi hit és a valódi vallások inspirálják az embert, hogy nem csak a, a szellem szemeddel és a lelkeddel vagy ember, hanem a testeddel is ember vagy, tehát legyél szíves a testedre is vigyázni, a testedet is ápolni, a testedet is rendben tartani, abban a teremtett rendben, ahogy a jóisten téged megteremtett. A bűnbeesés után, amit ugye különböző vallások különbözőképpen mesélnek el, az emberi test sajátja a fáradás és a leépülés. A mi feladatunk viszont az, hogy a jóisten segítségével ezt a fáradást és ezt a leépülést minél későbbre toljuk, illetve minél jobban lelassítsuk. Erre tanítanak minket a vallások, a hit, és maga az Isten tapasztalat. Ha az ember átéri az Isten tapasztalatát, nem egyszer azt érzi, amikor válaszol Istenak kérésére, hogy megtisztult, megfiatalodott. Egyszerűen fizikailag is sokkal jobban érzi magát attól, hogy Isten fénye, Isten szeretete eláradt a lelkében. A fizikai létünkre még az Istennel való dialógus, még erőteljesebb hatásokat is tud gyakorolni, hiszen egy imában vagy egy meditációban az ember lenyugszik, lélegzése, vérkeringése egyenletes lesz. Nagyon sokszor az ima és a meditáció kifejezett gyógyulást hoz, ezen ne csodálkozzunk, hiszen Isten megsegíti. Az isteni erő megsegíti az embert. Aztán az az ember, aki hitben él, és gondolkodik a hiten, gondolkodik a hitéhez tartozó történeteken, az is egészséget hozhat, mert rájön arra, hogy mit csinál rosszul, miért kellene neki habzsolnia, miért kellene neki gyűjtögetnie, miért kellene neki koszos tárgyakkal körülvennie magát, amikor, amikor boldog lehet attól az élettől, amit a tisztaságban, a fizikai tisztaságban és a szellemi lelki tisztaságban élhet. És természetesen az ima és a meditáció rengeteget segít az embernek a fájdalom fogadásának és feldolgozásának folyamatában, hiszen a fájdalmat is enyhíti egy ima. A fájdalmat is enyhítheti egy meditáció, amikor szinte kilépünk a testünkből, és kívülről szemléljük saját magunkat. Ez nem csak a buddhistáknak a sajátja, ez egy keresztény imában is megtörtént az ember számára, és bizony nagyon-nagyon-nagyon sok emberre pozitívan hatott az ima, nagyon-nagyon-nagyon sok ember fájdalmát csökkentette az ima, és nagyon-nagyon sok ember meggyógyult az ima jó voltából, tehát ezeket pontosan tudni és pontosan érteni kell. Tehát látszik, hogy már a fizikai valónkban az ima és a az Isten tapasztalat és a, a hit és a vallások óriási segítséget tudnak nyújtani. Egyszerűen az életünknek a, a minősége, ez most nem ilyen amerikai értelemben értem, mert az amerikai értelemben az életminőség azt jelenti, hogy minél gazdagabb vagy, minél nagyobb a házad és minél nagyobb a kocsid. De a valódi életminőség az nem ez, hanem az, hogy harmóniában, boldogságban, kiegyensúlyozottságban, elégedettségben és egészségben éled a napjaidat, ehhez viszont a fizikai valóságban hit rendkívüli segítséget nyújthat, és az Isten tapasztalat pedig még erősebbet. Mi a helyzet lelki szinten? Mit ad az ima? Mit ad a hit? Mit ad az Isten tapasztalat az ember számára? Ugye a a lelki nyugalmat és a harmóniát adja meg az imádság, a meditáció, az Isten való részvétel, a misén való részvétel, gondolkodunk a vallási tanításokon, könyörgünk Istenhez, azt érezzük, hogy, hogy, a zúgó, háborgó lelkünk lelassult, megnyugodott. Amikor belépünk a templom szakrális terébe, az tulajdonképpen már a túlvilágnak az előképe. És Isten háza, és soha ne felejtsük el, hogy a templom az nem egy múzeum, a templom nem egy értelmű, Tár. A templom nem egy kulturális izgalmat okozó valami, amikor ott fotózgatunk mindenfélért, hanem a templom alapvetően Isten háza. És ott Istennel találkozunk, hiszen Isten ott lakik. Ott tudjuk őt felkeresni, meg a szívünkben, természetesen szintén nagyon-nagyon sokat jelentett egy testvéri közösség az ember számára. Hívő emberek közössége összekapaszkodik, ahogy a kép is mutatja, és egymás segítik. A fizikai létükben, szellemi létükben, lelki létükben egyaránt. Ez is nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ez óriási plusz tud adni az embernek, és nagyon sokszor az emberek egymásért is imádkoznak, azt hiszem, hogy teljesen természetesen a keresztény lét velejárója az, hogy az ember másokért is imádkozik, a szeretteiért, a, a, a barátaiért, mindenkiért, különösen az ilyen Covid időszakban, akinek erre adott esetben szüksége lehet. A következő kérdés az, hogy az ember szellemi szintjén mit ad a hit és mit ad az Isten tapasztalat. Itt a bal felső sarokban akvinói Szent Tamást látjuk, aki összekívánta egyeztetni az emberi észt, az emberi gondolkodást, a hit. Tapasztalatával. Ez kicsit, mondjuk, keleti szemmel nézve nagyon bátor kísérlet és lehetetlen kísérlet, nyugati szemmel nézve viszont nagyon termékeny és nagyon hasznos dolog, mert az embernek ebben a materializálódó, anyagiasodó világban sokszor el kell mondania, hogy mit jelent a hit, és nem baj, hogyha ezeket racionális módon el tudja mondani az embereknek. Hát ugye, mit jelent a, a hit és az Isten tapasztalata az embernek a szellemi, mentális egészsége szempontjából? Hát a hit és az Isten tapasztalat az embernek ad egy tiszta, józan, erkölcsös gondolkodást. Ugye az az ember, aki valóban hívő, az nem árt másoknak az nem rossz indulatú tudatosan, az nem okoz bajt és fájdalmat másoknak. Ugye ez egy teljesen logikus és egyértelmű dolog. De maga az ima és az Isten tapasztalat az emberi agyat tisztítja meg a rossz és felesleges gondolatoktól. A rossz és felesleges gondolat nem csak az, hogy valaki iránt haragot érzek, hanem az is, hogy, hogy túl materialista módon, túl egyszerűen, túl racionálisan fogom fel a világot, mert önmagában a racionalitás a mindennapokban segít, és a mindennapokban elkísér, de rengeteg dolog hátterét nem világítja meg kellőképpen az ember számára, tehát nagyon résen kell lennünk, nagyon észnél kell lennünk azon vonatkozásokban, hogy a rációt is a saját határai között tartsuk a saját életünkben. Szintén a szellemi mentális egészség része az, amit Akvinói Szent Tamás is gyakorolt, hogy a teremtő józanul, értelmesen, logikusan be tudjuk látni. Ugye az logikai kérdés, ha felfogjuk, ha végig gondoljuk, hogy a világot valamikor, valahogyan teremtették. Tehát volt egy első mozgató. Az első mozgatót ki teremtette, ugye? Tehát nyilvánvalóan van egy Isten, aki az egészet létrehozta. Már a logika szintjén is ez elmondható és világosan megnevezhető. Tehát nagyon-nagyon sok hitbéli igazságot, hitbéli tartalmat meg tudunk világítani józan a logikával, a racionalitással, és na, ez a fajta bölcs racionalitás vezethet minket a racionalitáson túlra. Tehát amikor belátjuk, hogy ott már nem érvényesek a racionalitás szabályai, és ott már az intuíció érvényes, a beleérzés, ami legalább annyira az én beleérzésem, mint Isten beleérzése. Isten adja azt a képességet, hogy én bele tudjak érezni a dolgok lényegébe, és lássam a megoldását a dolgoknak, valahogyan egybelássam, szinopszis a vagy a görög mondja, szinoptika, tehát egy belátás, ezt az Isten adja ezt a képességet, és nagyon sokszor Isten segít ahhoz, hogy ez megtörténjen. Ezekben a, ezekben a mély intuíciókban van jelen az imán és az Isten tapasztalatunk kívül talán legmélyebben a jó Isten, azt gondolom az ember életében. Tehát látjuk, hogy mi mindent adhat a hit és az Isten tapasztalat az ember számára, a fizikai szinten megadhat egy nagyon nyugodt és, és, és betegségektől vagy mentes, vagy a betegségeket nagyon jól kezelő testet, a lelki szinten megadhatja az embernek azt a harmonikus, nyugodt lelket, amit egy szerető közösségben még jobban meg tud élni, tud adni és tud kapni egyaránt, ezt megadhatja a hit és az Isten tapasztalat, szellemi értelemben pedig egy tiszta, józan, világos gondolkodást, amely átvezethet minket az Isten közvetlen tapasztalatának a világába. Úgyhogy azt hiszem, hogy nincs fontosabb, az idősödő ember életében, mint a hit, és nincs fontosabb, mint az Isten tapasztalata. Ha ezt megtapasztaltunk, akkor azt kell mondjam önöknek, hogy legfőjebb a fájdalomtól félünk. Innentől kezdve, a fájdalomtól tartunk inkább, nem szeretnénk sokat szenvedni, de alapvetően tudjuk, hogy az életünkben, innentől kezdve már a jóisten nagyon erőse jelen van, és az életünk után pedig a jóisten vár minket a maga szeretetével, hiszen az ő szabályai, az ő törvényei, az ő világa szerint éltük az életünket, és nem pedig a magunk önző, egyedi egyénieskedő, egoista vagy narcisztikus életét éltük. Ugye ez az alapvető különbség, az az ember, aki a földi életében önmagát szereti és önmaga igényeit teszi előtérbe, az az ember egészen más helyre vár, várhat ugye az élet utáni időszakban, és egészen más jelent annak az élet utáni időszak, aki viszont másokért is legalább annyira élt, mint saját magáért. No hát nagyon köszönöm, hogy így húsvét előtt meghallgatták ezeket a szavaimat, talán ezek is hozzásegítenek ahhoz, hogy a lelkünket még inkább megtisztítsuk a húsvéti örömünnepre, a feltámadás ünnepére, és lámlám, -lám, milyen csodálatos az élet. A húsvéti feltámadás ünnepére talán már megfogalmazható, hogy Magyarországon nagyon-nagyon nagy valószínűséggel már jóval kevesebb lesz a fertőzött, és jóval több a beoltott, és talán mire a húsvéti ünnepek lezajlanak, se elkezdődik a nyár, addigra már a a járványról úgy beszélhetünk, hogy talán már a múltidő szavait használhatjuk. Legalábbis ebben reménykedünk, ezért imádkozunk, és ez a videó is többek között amellett, hogy önöknek szól, ezért is született.